Szomba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár ismét a Vasműbe látogatott, hogy a magasabb szintre helyezett tárgyalásokat tovább folytassák a kormány és a vállalat vezetősége között. Az egyik fő téma a kormány vételi szándéka volt. Jevgenyi Potapov a Donbass csoport képviselőjeként kijelentette, nem kívánnak megválni a Vasműtől. A Dunafer Vasas Szakszervezeti Szövetség honlapján megjelent tájékoztatás alapján a tulajdonos eltökélt szándéka 400 munkavállaló létszám leépítése, amelynek megakadályozására Comba Sándor szerint a kormánynak semmilyen ráhatása nincs. A kormány az érintett munkavállalóknak elsősorban a Dunafer foglalkoztatásért acél alapítványon, valamint a regionális munkaügyi központ kirendeltségén keresztül próbál segítséget nyújtani. Ezen kívül felállítottak egy munkacsoportot, amely a további lehetőségeket vizsgálja. A kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezetek képviselői ismételten felhívták az államtitkár figyelmét a társaság csoport területén történő nagymértékű, esetenként szabálytalan túlóráztatásokra. Comba Sándor segítséget ajánlott fel a csoportos létszámleépítés kapcsán a munkáltató és a központi üzemi tanács között kialakult jogvita tisztázásában.